A lakosság jelentős része a saját tulajdonú ingatlan megszerzésére törekszik. A KSH adatai alapján azonban az elmúlt években valamennyivel többen választják a bérlési lehetőséget. Korábban a magánszemélytől bérelt ingatlan után kötelező volt EHU-t, azaz egészségügyi hozzájárulást fizetni. 2018. január 1-től ez a kötelezettség azonban megszűnt, így ezen túl jelentősen csökkennek a bérbeadással foglalkozó magánszemélyek adóterhei. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2015-ben 2100-an, egy évvel később már 2600-an foglalkoztak ingatlan bérbeadással, derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal adataiból. 2018. január 1-től az ingatlan bérbeadással foglalkozóknak egy fontos változás történt, hiszen itt az ingatlan bérbeadók 1 millió forintos bevétel határ után már nem kell, hogy befizessék a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Ez azt jelenti, hogy ez a kedvezmény mindazokat érinti, akiknek nagyobb jövedelme keletkezik az ingatlan bérbeadásból, mint 1 millió forint. 2016-os adóévre vonatkozóan egyébként a bevallásokból itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiderült, hogy több mint 2600-an foglalkoznak ingatlan bérbeadással. Ez azt jelenti, hogy nekik összesen 2,1 milliárd forint bevételük keletkezett, ami átlagosan levetítve egy-egy bérbeadóra 810 ezer forintos éves bevételt jelent, tehát ők valószínűleg nem érintettek ebben a jogszabályi változásban. A KSH adataiból az is kiderül, tavaly a háztartások 5,2%-a piaci áron bérelte az általa lakott ingatlant. Ez az arány 2011-ben még csak 3,6% volt. Az albérletek népszerűsége főleg a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban növekedett. Ennek legfőbb oka a munka, főleg azért, mert az elmaradottabb régiókban hátrahagyott ingatlanok értéke nem fedezi a nagyvárosi lakások árát, olvasható a Népszava online felületén. Az albérleti díjak azonban a keresetek egy részét elveszik, ez kompenzálhatja valamennyire a munkáltatók által adómentesen adható lakhatási támogatás. Ennek mértéke is változott ettől az évtől. Eddig a minimálbér 40%-át kaphatták támogatásként, 2018-tól pedig már a minimálbér 60%-a adható. Mivel a minimálbér is emelkedett, így ez az összeg havonta akár 83 ezer forint is lehet.